Újabb kiváló programmal várták az érdeklődőket az Intercize Múzeumban. A Családi Története képes levelezőlapokon című előadást Kronászt Margit történész muzeológus tolmácsolásában hallhatták az érdeklődők. A programot megelőzően lehetőségünk volt beszélgetni az előadóval, aki mintazt elmondta. Az Intercize Múzeumban megtekinthető a kedves Margit nagysám Családi Története képes levelezőlapokon nevet viselő tárlat, amelyhez rendkívül sok kutatási anyag kapcsolódik. Ehhez a kiállításhoz kötődik ez a különálló előadás. Hogy mik is pontosan azok a képes levelezőlapok, arról Kronászt Margitot kérdeztük. A mai képes levelezőlapok ugye úgy néznek ki, hogy az egyik oldalt, a képoldalt szinte teljes egészében elfoglalja a fénykép vagy fotó. A másik oldalt tartották fent, illetve tartják fent a címzésnek, illetve a közlésnek. Mikor a képes levelezőlap megszületett, akkor ez nem így volt. Eleve több előfutárt is ismerünk, ezek még az úgynevezett postai lapok, vagy inkább reklámlapok voltak. A képes levelezőlapnak a közvetlen elődje az 1869. október 1-én jelent meg az Osztrák-Magyar Monarchiában. Innentől kezdve még kellett valamennyit várnunk arra, hogy a valódi képes levelezőlap is megszülessen. A történész úgy folytatta, a családfa kutatás mindenki számára fontos lehet, hiszen igazán érdekes dolgokat tudhatunk meg akkor, amikor egy-egy család történetét kutatjuk. A képes levelezőlapok ebben hatalmas segítséget nyújtanak, hiszen számos információ található meg rajtuk, például nevek, címek, időpontok, amelyekből rokoni kapcsolatokra is következtethetünk. Illetve a gyűjteményben van néhány családi irat, itt gondolok házasságlevélre például, iparigazolványra, halottlevélre, keresztlevélre, és ugye ezek is nagyon fontosak a családfakutatásnak a szempontjából is, mert rengeteg olyan adatot tartalmaznak, amik előre vihetik a kutatást, ugye kapásból például egy keresztlevél esetében a született gyermeknek a neve, vallása, szülőknek a neve, vallása, lakhelye, életkora vagy a születési idejük, keresztülőkre lehet következtetni, illetve maga az esemény, hogy mikor következett be és hol. A következőkben az előadásból hallhatnak egy részletet. Ez pedig az úgynevezett osztott hátlap. Ugye, ahogy látjuk a képoldalon, itt egy fiatal lánynak a portréja, és egyébként ide is került a szövegből valamennyi. A hátoldalán pedig az egyik oldalra átkerült a címzés, illetve a postának a helye, a másik oldalon pedig a közlést találhatjuk meg. Ez már 1912. De ez az osztott hátlap országonként eltérő volt, hogy mikor jelent meg. 1885-ben mondták ki, hogy megosztják a hátlapot, de ettől függetlenül még a századfordulón is ugye találunk olyan lapokat, ami még a régi rendszer szerint készült. Az Intercize Múzeumban szervezett programokról a Kulturális Intézmény hivatalos oldalán tájékozódhatnak a történelem szerelmesei.